Szilveszter éjjel az emberek nagy többsége fogadalmat tesz a jövő évre vonatkozóan. Talán azért is, hogy megnyugtassák a lelkiismeretüket, vagy azért, mert az egésznek nincsen tétje. Lehet fogadalom az, hogy leszoknak a cigiről, vagy letesznek egy nyelvvizsgát, de a legtöbben azt fogadják meg, hogy ledobják azt a 10 kiló felesleget, ami rajtuk van. Az évváltása mindig tökéletes alkalmat ad arra, hogy új ént, új életet indítsunk. Január első hetében a konditermekben is megszaporodnak a lelkes fogynivágyók, ám ez a lendület nem tart sokáig. Nagyjából egy 20%-kal szokott megnövekedni a terem látogatottsága. Ez a 20% körülbelül egy hónapot aktívan belé is tesz ebbe a munkába, de a fele az kb. Ott be is fejezi ezt a tevékenységet, mert rájönnek arra, hogy ezt gyorsan nem adják, ez kitartó kőkemény munka. És sokszor elszáll a lendület, mint minden más tekintetben, és mikor újévi fogadalmakat teszünk. A tudatossággal és kitartással sikerre vihető az újévi elhatározás, ehhez azonban elsősorban az étkezést kell átalakítani. Az első az étkezés, amit helyre kell tenni, ugye életmódváltást kell végezni. Diétákba alapvetően nem hiszek, életmódot kell váltani, és mellé kell tenni a mozgást, mint energiaigértő tevékenységet. Van, aki ezt itt találja meg az edzőteremben, van, aki máshol, de alapvetően ez a kettő, ami létre tudja hozni a fogyást, illetve az testalkatváltozást. Az újévi fogadalomban rengeteg a buktató, de a konstrukció mégis sikeres. Elvégre pontosan azt adja az embereknek, amire vágynak.